valaki beleburította a teljes kávéját a Dunába. Boris, nem te voltál? Szóval kérem, tisztelettel mögöttem a Duna, az öreg Duna, a nagy Duna, ki hogy hívja. Ez bizony árad. Gönnyű nyárunk. Ahogy a tegnapi videó végén ígértem, itt vagyunk a falu központjában, lehet így csúfolni, vagy lehet így hívni ezt a helyet. Igazából a kedvenc környékünk, amikor hajóval jövünk le Győrből, ha vendégekkel, ha privátba, akkor mindig itt szoktunk kikötni, ugyanis itt van a Gödör büfé. Ott mögöttünk. Mögöttem. Hát Csóri kulipintyó elázott, szépen rendesen úszik. Nem örülök neki, de reméljük, hogy kijönnek belőle. 2013-ban is elúsztak, 2002-ben is elúsztak, vannak ilyen emléktáblák a falaikon. Nekik erről szerintem ők már ehhez hozzászoktak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt is meg fogják majd tudni oldani. Ügyesen kipakolták a kültéri asztalokat, ide föl a Murvás parkolóba, nehogy szétázzanak. Itt a Gödör büfénél szokott lenni amúgy egy ilyen jó kis kikötő, egy ilyen közforgalmú kikötő. Én szerintem az az önkormányzatnak a tulajdonát képezi, és azt most ügyesen kimenekítették innét a nagy ár hullám elől, nehogy szana széllyel menjen, szétvigye a levonuló ár, illetve a levonuló uszadék. Igen, ezt ügyesen ők innét elmentették. Nos, hát körülnézünk egy kicsit itt Gönnyű falucskájában, megnézzük, hogy okozott-e itt kellemetlenségeket, nehézségeket ez a szétterülő öreg Duna. Itt mögöttem látszik, ott a túlpart Szlovákia. Hát legalább dupla olyan széles, mint úgy egyébként általában. Na, gyertek velünk, kicsit körülnézünk ma itt Gönnyűn. Láttam, hogy itt ezen a kavicsos Murvás parkolón, itt a Gödör büfé fölött iparilag töltik a homokzsákokat a derék gőnyűi önkéntesek. Itt a homokzsák töltésnek még a nyomai is látszódnak. Itt ilyen sárgás a föld mindenfelé. Hát én azt hittem, hogy ezek a homokzsákok majd ide fognak kelleni a Gödör büfé fölé, és egész idáig föl fog jönni a víz, de itt nyoma sincsen homokzsákoknak, úgyhogy megint nagy kutató munkára lesz itt szükség a faluban, hogy felderítsük, hogy hova kellettek azok a homokzsákok, de megpróbáljuk kideríteni. Itt mögöttem a memoár az elődnek, amitől ugye féltünk, hogy megismétlődik, de hála Istennek ez a mostani, ez egy kicsit kisebb lett. Utána néztem gyorsan, szóval 9900 kerekítve köbméter per másodperc jelenleg, és tök jókor vagyunk itt, ugyanis éppen most tetőzik az a vízügyi grafikon szerint. Ennél nagyobb már nagyon nem várható, remélhetőleg holnaptól már elkezd majd apadni. Látunk egy jó kis gyalogos utat itt a kertek alatt, kellemes kis környezet a sétához és az árvíz megfigyeléshez, ugyanis, hogyha jobban megfigyeljük, ide, ha hamar benézünk a bokorba, hát ott már a Duna. Ott már a Duna figyelget, úgyhogy megpróbálunk itt végig sétálni, aztán meglátjuk, hogy mit látunk az áradásból. Mondanám, hogyha Gönnyűn laknék, akkor izgulnék, de
mögöttem látjátok, hogy ugye most mondtam, hogy éppen tetőzik. Hát egy 10-20 centi, és kijön ide az útra, de nem fog. Úgyhogy úgy néz ki, hogy gönnyű megúszta. Mögöttem látható ingatlanok is még azért jócskán. Még azért itt van benne egy 2-3 méter legalább a töltésbe, ahhoz, hogy elázzanak, szóval itt sem kell halálra aggódni a magukat az itt lakóknak. Nem tudom, hogy hova töltötték azt a sok homokzsákot, lehet, hogy meg se találjuk, de kellemes sétálós idő van itt a hűs Dunaparton. Na, hát eddig tartott a séta itt a parton, és ne tovább, ugyanis azért csak-csak sikerült a víznek átvennie itt a főszerepet a sétány elől, úgyhogy visszafordulunk. Közben találtunk egy érdekes helyet, ezt sokszor szoktam nézni a vízről is. Itt azért vannak csodák az udvarban. Jó pár hajócska. Hát kiürült a vízi út szépen itt a Nagy Dunán, az öreg Dunán. Ma 1 órakor 825 cm volt a vízállás a Gönyői vízmércén. Most 3 órási adatot tudtam megnézni, délután 3 órási adatot. Most 823 cm, tehát 2-t már apadt, úgyhogy az árhullámról lekéstünk. Az elment előttünk 1 órakor, legalábbis a legmagasabb pontja. Hajózási szabályzatban, illetve a hajósoknak szóló hirdetményben utána néztem, Gönyi vízmércén 660 cm fölött hajózási tilalmat rendelnek el, szóval masszívan hajózási tilalom van, hát ez jól is látszik itt mögöttem. Egy darab hajó sehol, mindenki a kikötőkben vesztegel, és várják, hogy levonuljon a víz. Aztán akkor majd újraindulnak. Tök jó ki van halva, gyakorlatilag árvízvédekezésnek semmiféle nyomát, illetve a homokfoltokon kívül semmiféle nyomát nem látjuk. Ott a gödörbüfénél egy-két vízügyes valami karókat vert le a vízbe, nem igazán értettem, hogy mi célból, de ők biztos, hogy sokkal jobban tudják, mert én nem vagyok vízügyes. Ha esetleg valaki Gönyői nézi ezeket az adásokat, akkor írja már meg nekem, hogy hova kerültek azok a homokzsákok. Annyira megyek hátra, mindjárt belesétálok a vízbe. Szóval írja már meg nekem, hogy hova kerültek azok a homokzsákok, amiket ott a gödörbüfé előtt töltögettek szépen serényen az önkéntesek, mert hát itt a vízállás az rohadtul nem indokolja a falu magasságához képest, hogy bárhova is kelljen homokzsák, de azért még egy picit megyünk, keresgélünk, csak meg lesznek. Körbejártuk a falunak az összes pontját, amit gyalogosan el lehet érni, homokzsákoknak a nyomát se láttuk, találtuk. Katasztrófa sincs nagyon, amit föl lehetne venni, és a kedves katasztrófa turistáknak közvetíteni lehetne, úgyhogy találunk magunknak alternatív elfoglaltságot. Megnézzük a gödörbüfének a fagyizóját, milyen fagylaltokat lehet vásárolni, és akkor hazafelé, hogy legyen valami érdekes is, megállunk félúton a Véneki műtárgynál, és megnézzük, hogy mit változott ott a helyzet azóta, mióta 3 nappal ezelőtt, hogy ott jártunk, amikor is még csak olyan szárnyait bontogatta az árvíz. Hát most ugye éppen tetőzik, vagy tetőzés környékén jár a Nagy Duna. Meg tudjuk nézni, hogy a Mosoni Dunához képest mi a különbség, hogy néz ki a dolog.
az alternatív program a katasztrófáját, és hát jól látszik, hogy mekkora a probléma. Nem tudom, látszódnak-e, de hát mögöttem a vízügyesek és a katasztrófavédők is éppen fagyiznak. Ott jól a távolban látható a véneki műtárgy, és hát jól látszik, megpróbálom jól fölemelni a kamerát. Most mögöttem a Mosoni Duna, és ott mögöttem pedig az öreg Duna, a nagy Duna. Hát egy jó méter, de lehet, hogy több is. Mindjárt megnézzük a számokat. Há, van ez több is, majdnem kettő. De közel 2 méter szintkülönbség van a két folyó között. Ugyanis megtudtuk itt a napokban, amit már tegnap is mondtam a Lajtánál, hogy ha valaki esetleg nem maradt volna a tegnapi videóról, akkor fölteszem ide fölülre, nyugodtan kattintsátok, nézzétek meg Mosonmagyaróváron. Szóval, megtudtuk a napokban, hogy a véneki duzzasztó árvíz kizárásos üzemmódban működik, tehát teljesen le vannak zárva a táblák, amelyekkel szabályozzák a Mosoni Dunának a vízállását. Ezek kint tartják a Nagy Duna felől érkező árhullámot, illetve a már levonuló, ugye már Gönyűnél már elkezdődött az apadás enyhén, tehát a már levonuló árhullámot kívül tartják, így a Mosoni Dunának a vízszintjét egy kicsit alacsonyabban tudják tartani, így körülbelül 1 méterrel alacsonyabban fog tetőzni a Mosoni Duna a Győrnél, mint egyébként a véneki műtárgy nélkül. Ez azért egy nem rossz dolog, mert az ártérben, Győrben azért jól beépültünk. Jó sok vendéglátóegység, sok kikötő és egyéb létesítmények vannak, amiknek nem mindegy, hogy plusz 1 méterrel följebb áznak, vagy lejjebb. Mindez került 30 milliárdba, mint ahogy tegnap azt említettem volt. De megérte. Utána néztem, az ott, ugye a Nagy Duna, 11.485 centi kívül, ugye az az alvíz, és a felvíz, ami most átment alvízbe, az 11.295 centiméteren áll, tehát 10 centi híján 2 méter a két folyó között a differencia. Egészen jól működik ez a cucc itt mögöttünk, ha ennyit tudnak vele lecsapni az árhullámból. Valószínű a Mosoni Duna tetőzése, ugye az később várható, mivel ez a 2 méter, ez el kell, hogy fogjon kívülről az alvíz oldalról, ami most följebb van, mint az alvíz szokott lenni. Tehát ez le kell, hogy fogjon, le kell lapadjon ez a 2 méter ahhoz, hogy ki tudják nyitni a zsilipet, illetve a vízszabályozó műveket itt véneknél, ahhoz, hogy a Mosoni Dunát elkezdjék tudni apasztani. Nyilván addig a Mosoni Duna is még töltődni fog, mert föntről a Lajtából még mindig elég sok víz folyik bele, illetve Rábából is érkezik azért víz valamennyi, Marccal, Rávccal, ilyenek folynak még bele a Mosoni Dunába, és ugye mivel itt alul be van dugva a dugó, ezért a kádból nem tud kifolyni a víz, szóval töltődik, majd egyszer csak kiegyenlítődik a szint a két folyó között, ugye a Nagy Duna és a Mosoni Duna között, és akkor szépen elkezdik majd kinyitni a zsiliptáblákat, és elkezdődik az apasztása is a Mosoni Dunának. Na, még gyorsan itt körbe szaladok egy kicsit a zsilipnél, egy pár képet csinálok nektek, közben elég érdekes a sztori, ami történik a zsiliptáblánál, egy hal próbál meg kijutni a Nagy Dunára, és ugrál fölfele a zsiliptáblán. Mindjárt erről próbálok csinálni valami videót, mert ez vicces, és elég sokan vannak ott a halacskák, akik próbálnak kijutni. Kiúszott a kerti micsodája.
Szóval, ha hiányzik, akkor majd áradás után itt megtaláljátok. Elképesztő mennyiségű víz, nagyon durva, azért ritkán látni ilyet, bár sajnos, ahogy említettem az előző videókban, egyre többet. Na hát kérem szépen, még ebből az árvizes sztoriból, árvíz követésből, árvíz kergetésből még egy epizódot tervezek Győrben, ugyanis hétvégén várják Győrben a tetőzést, akkor Győrből még egyszer szerintem jelentkezünk, lehet, hogy egy kicsit extrább módon, mint ahogy eddig, meglátjuk majd, hogy sikerül, nem akarok semmit sem elkiabálni, illetve lesz majd még egy plusz epizód, amit tegnap Mosonmagyaróvárról visszafelé vettünk föl, egy ilyen kis mosoni-dunai hídkergetős, hídkerülgetős epizód, ugyan árvízben készül, de nem feltétlenül csak az árvízről szól, úgyhogy azt majd, amikor ez az árvízes sztori vége tér, akkor fogom majd közzétenni és lejátszani. És képpel és ezzel a hatalmas víztömeggel a hátam mögött búcsúzom tőletek legközelebb Győrből, addig is szevasztok!